Külön szabályok vonatkoznak az uniós és az azon kívüli országokra határátlépéskor. Ezért meg kell ismerni az adott ország szabályozását, hogy ne érjen senkit kellemetlenség, ha valamit át akar vinni a határon, ilyen például a jövedéki termékek köre. Azt kell figyelni, hogy a kereskedelmi mennyiségnél kisebb mennyiséget vigyünk magunkkal. Kereskedelmi mennyiségnek számít már a 800 szál cigaretta, a 200 darab szivar, a 110 liter sör és a 90 liter bor és pezsgő, tehát ennél kevesebbet kell, hogy vigyünk magunkkal, illetve az autó benzintankjában lévő benzinen kívül még külön kannában 10 liter benzint tudunk magunkkal vinni. Behozni is ez alatt a mennyiségek alatt lehet, mondja a sajtóreferens. A készpénz kivitelre szintén figyelni kell. Unión kívülre megyünk, illetve belépünk az Unióba, akkor a 10 000 eurót elérő vagy meghaladó készpénzmennyiségről írásban kell nyilatkozni. Ugye nemrég változott ezzel kapcsolatban a szabályozás, tehát itt nem csak konkrétan a készpénzről van szó, hanem például csekkekről, utazási csekkről, vagy pedig aranyról is lehet szó. A védett állatok és növények esetében alapvetően tilos a behozataluk, vagy netán az ilyen élőlényekből készült termékek behozatala, ami szintén tiltott. Figyelni kell erre, mert az engedély nélkül behozott termékek akár 3 éves szabadságvesztést is vonhatnak maguk után. A teljes beszélgetést Adópercek című műsorunkban láthatják.